A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ha ez a táj valóság, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csináltam. De ez a táj valóság, és ezt nem más, mint Szerb Antal mondta. És hogy ezt miért citáltam ide, kedves nézőink? Hát azért, mert Itáliáról fogunk beszélgetni, vendégem pedig Bence Viktória, Vikitália megálmodója, egy varázslatos ifjú hölgy, aki nagyon is kötődik Olaszországhoz, Itáliához. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. No, még egy idézet, akkor már legyen egy olasz is, Alessandro da Venia mondja, ő egy kortárs író és egy fantasztikus tanár, írónak talán jobb, ő azt mondja, hogy ez a boldogság titka, önmagunknak lenni és kész tenni, ami a lényünkből fakad. Azt hiszem, ez az indítatás, ami elkísért a máig, és mindazt létrehozhattad, azt a fantasztikus dolgot, amiről ma beszélgetni fogunk. De kezdjük az elején. Hogy lesz valaki szerelmes Olaszországba? Hát azt gondolom, hogy egy Olaszországhoz fűződő szerelemhez elég egy első olasz utazás, vagy akár egy olasz fotó nézegetése, és azt gondolom, hogy ez nálam már tényleg gyerekkoromban kezdődött. A szüleimmel minden egyes vakációt Olaszországba töltöttünk. Ugye ezek általában egy nyáron egy hét, amikor még beültünk a kis kék dácsiákba, és elmentünk Riminibe, elmentünk egészen Rómáig, és akkor elmentünk még egy számtalan helyre. Aztán jöttek a síelések, és tulajdonképpen ez az Olaszország szeretet, ez ugye nem csak a kultúrában merül ki, hanem én nagyon szeretek enni, és nagyon szeretem az olasz gasztronómiát is, és azt gondolom, hogy így, hogyha már van kultúra, ha van gasztronómia, akkor tulajdonképpen teljes minden. Ugye bárki arra jár, és bármikor jár, azt tudja, hogy az alkotóember, az olasz alkotóember az egyik oldalról gasztronómus, ha úgy tetszik, a másik oldalról pedig ezt nem kell szégyelni, olyan fantasztikus ízekkel rendelkeznek, ami azt hiszem, hogy meghódít mindig mindenkit. Tehát gondolom, te is így voltál vele. De hogy lehet ezt megtanulni? És elköteleződni iránta? Érdekes ez, mert hogyha mélyen belegondolunk, akkor azt gondolom, hogy az olaszok semmit nem misztifikálnak túl. Tehát nem úgy van, mint a franciáknál, hogy túlbonyolítják a dolgokat, hanem ha azt nézzük, akkor az olasz konyha az tényleg egyszerű, de nagyszerű. És ott igazából szerintem a hozzávalók minőségében rejlik a titok, meg abban, hogy az a bazsalikom, meg az olívaolaj, vagy az a jussajt, az nagyon-nagyon összepasszol. És igazából végtelenül egyszerű receptjeik is vannak, de amint mondtam, hogy a minőség az garantálja azt, hogy valami finom. Tehát minden az, ami. Igen, ez így van. Tehát. De hogyan kezdődött az egész? Ez ugye ez egy tanulási folyamat. Először csak kóstolgat az ember fia, aztán elkezd belemélyedni, hogy ő maga is el tudja készíteni, és akkor, ha nem elégedett, akkor egyre többet és többet szeretne tanulni, és ennek ugye az a módja, hogy ezt csak ott lehet megcsinálni. Igen, hát ez nálam konkrétan úgy jött, hogy anno nagyon szerettem Olaszországban nyaralni, és azt gondoltam az akkori párommal, hogy tulajdonképpen miért ne csinálhatnánk ezt hivatásszerűen is, hogy miért ne láthatnánk vendégül embereket, akik szintén rajonganak Olaszországért, és ezért gondoltuk azt, hogy ezek a gasztrokurzusok, ezek megfelelőek lennének arra, hogyha az emberek kijönnek hozzánk Toszkánába, akkor megismerik ott a tájakat, megismerik az ételeket, és anno az első években olasz szakácsokkal főztem, de aztán rájöttem, hogy nincs értem olasz szakácsokkal főzni már, hisz ők már mindenre megtanítottak. Természetesen lehet az embernek tovább képeznie magát, mert hát ez a sikernek a titka,
de igazából most már a vendégeim, akik eljönnek hozzám, őket már én kalauzolom végig Toszkánában, hiszen a több év, hát 5 évet éltem kint, 5 év kintélés az adott egyfajta rálátást, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok olasz barátom van, akik szintén a gasztronómiában dolgoznak, és őket szoktuk végig látogatni a kurzusok során. Miért Toszkánát választottátok, választottad? Azért választottam Toszkánát, mert azt gondolom, hogy ott maga a környezet csodálatos, tehát ezek a dombok, a ciprusok, a régi Fiat 500-as, a macskakövek, meg hát Firenze, Siena, tehát a kultúra, a csodás templomok, a minden, ami ott van, azt gondolom, hogy az úgy teljes. Hát minden, ami csoda, igen, és olasz. Egyébként ezt én magam is személyesen megtapasztaltam már 4-hányszor. Tehát létrejött ez a vállalkozás. Aztán egyre inkább finomítottátok, hiszen korántsem mindegy, hogy hogyan szólítjuk meg a vendégeket, akik eddig csak azt szokták meg, hogy elmennek Firenzébe, vagy most mindegy, Padovába, egy templomba, mászkálnak az utcán, és eszik valahol valaki valamit, mondjuk nyilván pizzát, vagy bármit. Ennél sokkal mélyebb ez a történet. Igen, azért mélyebb, mert ugye az 5 év kintélés az már rámutatott arra, hogy tudom, hogyha például Firenze utcáin sétálok, hol a legfinomabb a pizza. És vagy akár San Gimignano utcáin, hogyha végigmegyünk, akkor ott is szintén tudom, hogy hol kell szarvasgombás ételeket enni. Vagy a livornói piacon hol érdemes megvenni a halat, és melyik halárusnál van jó hal, melyiknél van garnél, amelyiknél van polip. Tehát már ez segít abban engem, hogy így a vendégeimnek egy picit többet mutassak, mint hogyha ők egyedül mennék ebbe a régióba, és egyedül járnák be ezt az országot, vagy ezt a régiót. Az egy komoly szintlépés volt, hogy sikerült a Magyar Televízióban is bemutatkoznotok ezzel a műsor folyammal? Igen, használt mindenféleképpen. Ugye ez az Édes Élet Toszkánában sorozat, amit forgattak velünk, 2 évadon át, egyszer 10 epizód, egyszer 8 epizód, és arról szólt tulajdonképpen, hogy Marton Adriánt, aki Edwin Martonnak a felesége, és szintén nagy gasztronómus, őt kalauzoljuk tulajdonképpen 18 epizódon át Toszkána dimbes dombos részein, és mindegyik epizódban más gasztronómiai irányt és más gasztronómiai célt mutatunk be neki. Az életedben véget ért egy korszak, ugyanakkor elkezdődött egy új. Ez nyilvánvaló, hogy nagy kihívás mindenféle értelemben, viszont azzal, hogy a Wikitáliába átmentetted mindazt, amit csak nem egy évtized alatt megtanultál, az nagyon sokat segített abban, hogy elinduljon egy, ha úgy tetszik, nem csak egy új kurzus, hanem egy olyan új élet, ami, ahogy ugye tőled már hallhattuk, hogy a teljességre törekszel, és ez bizony lehetőséget biztosít arra. Beszéljünk a Wikitália létrehozásáról. Hát a Wikitália az pont 1 évvel ezelőtt született meg, és ez egy megállapodás volt köztünk, hogy úgy éreztük, hogy elmentünk más irányban, és az én fejemben megvan határozottan az, hogy mit szeretnék adni a vendégeimnek, és ezen az úton indultam tovább. Most ez az 1 év ez arról szólt, hogy volt több mint 10 kurzusom kint Toszkánában, és ami változás volt tulajdonképpen, hogy én hazaköltöztem. A 18 éves lányom úgy döntött, hogy elég volt neki 5 év Olaszországból, honvágya volt, és ezt úgy tudtuk megoldani, hogy hazajöttünk Székesfehérvárra, és ez öröm számomra, hiszen itt születtem, itt jártam gimnáziumba, itt voltam főiskolás, tehát ez nem volt számomra teher, de viszont mivel már nagyobbak a gyerekek, ezért meg tudtam velük beszélni, hogy jó, hazaköltözünk, viszont anya 1 évben 10-12 hétre, persze nem egyszerre, hanem elosztva az évek során, de én ki fogok menni, és kurzusokat tartok, hiszen nem tudok enélkül élni. Világos, tehát otthonról hazajöttél, ha úgy tetszik.
És de ami különlegesebben, hogy azért hazahoztad a te Olaszországodat, a te Itáliádat. Igen, és nagyon boldog vagyok, mert tulajdonképpen ez az egy évben erősödött meg számomra, hogy lehet főzőiskolákat bérelni, és ugye ezek a főzőstúdiók, ezek lehetőséget adnak arra, hogy szintén az olasz ízek iránt érdeklődő kedves vendégek, férfiak, nők, gyerekek, ők jöhetnek velem, és főzhetnek különböző tematikákban. Jól fogalmazunk, ha azt mondjuk, hogy ez sokkal több, mint divat. Mert összekapcsolni az olasz gasztronómiai kultúrát az utazásokkal, az addig rendben van. Viszont itthon megtapasztalni, hogy mi mindent kell ahhoz megtanulni, hogy igazi olasz ételeket együnk, az azért egy kicsit már több. Igen, azt gondolom, hogy több, és az a fantasztikus ezekben a közösen főzésekben, hogy annyira érzem, hogy a közös főzés az nagyon-nagyon összehozza az embereket. Nem csak a főzés, hanem magának már ugye, amikor megfőztük, és közösen leülünk egy hosszú terített asztalhoz, már az evésnek az öröme is egy boldogságot ad az embereknek. Ugye közben szól az olasz zene, iszunk egy-két pohár proszekkót, tényleg recepteket cserélünk, és az a fantasztikus, hogy mivel mindenféle tematikában csinálok főzést, legyen az halas, legyen az tésztás, legyen az gyerekkurzus, ezért tudnak válogatni, és nagyon sok esetben ugye vissza is jönnek a vendégeim, mert hát megszeretik magát a társaságot. És az is nagyon jó például, hogyha eljönnek egy főzésre, és utána ők barátságokat alakítanak ki egymás között, és utána figyelj, jövünk legközelebb is, és együtt jönnek el megint, és ott megint találkoznak. Úgyhogy ez egy jó érzés. Azért jó látni, hogy csillog és mosolyog a szemed, amikor erről beszélsz, és ez nyilván hatással van mindenkire, aki figyel rád, hiszen szakemberként egy kicsivel többet adsz, én azt gondolom, mint úgy általában, ha egy főzőiskolát tekintünk. No de, egyébként én ezt megtapasztaltam, ez egy mellékszál most, hogy az Aranyeső Alapítvány, akik nagyon sokat segítenek Hátsági Horváth Miklós segítségével és csapatával a rászorulóknak így karácsony tájékán is, és most ott voltunk, és rácsodálkoztunk azokra a finomságokra, amelyeket te készítettél, hogy az emberek először különcnek kell, hogy tekintsük, aki falja valóságosan, aztán rájövünk arra, hogy aki már többet eszik olasz ételeket, az egész egyszerűen nem tud megszabadulni tőle. Mi a titka egyébként az olasz étrendnek, az olasz kulináris élvezeteknek, mindannak, ami körülvesz egy ebédet, vagy egy vacsorát, vagy akár egy sima reggelit? Érdekes, hogy az olaszok teljesen máshogy esznek, ugye, ahogy mi magyarok. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán minden szabályt felrúgnak, amit mi mondunk, hiszen reggel nem úgy reggeliznek, hogy mint egy király, hanem megesznek egy cukros croissant, isznak egy kávét, aztán elrohannak a munkahelyükre, gyorsan utána 2 órakor kijönnek egy ebédszületre, esznek egy salátát, sőt, ihatnak egy pohár bort is, hiszen ott ugye nem 0% az alkohol megengedett szintje, és aztán utána, hogyha hazafelé mennek, akkor megállnak a bárban, isznak egy aperol spritzt, egy picit leengednek, majd hazamennek a családjukhoz, és este van tulajdonképpen náluk ez az összetartó vacsora. Otthon is esznek, több generáció él általában együtt. Ezt úgy képzeld el, hogy nagyon sok ház például emeletes, és lent vannak a nagyszülők, fent vannak ugye a szülők, és utána pedig a gyerekek. De mégis együtt esznek. És nagyon azt vettem észre, ami nekem nagyon tetszett, hogy nagyon sokan járnak étterembe, de ezt azért tehetik meg, mert nem drága autókra költenek szerintem, hanem inkább megadják az élet szépségeinek a módját, és étterembe mennek. No, Magyarországon ugyanezt ugye nagyon is jól tudjuk, nem csak a történelmi hagyományok okán nem lehet megcsinálni, hanem egész egyszerűen ugye erre fel kéne készülni, sok-sok emberöltőnek kell eltenni ahhoz, hogy ez megváltozzék. Viszont ha valaki szereti az olasz kulináris élvezeteket és szeretne elmélyülni benne, korántsem biztos, hogy megkapja azokat az alapanyagokat, amelyek Olaszországban minden egyes kisboltban személyes tapasztalat elérhetőek. Hogy változhat ez meg? Mi kell ahhoz, hogy ha én bemegyek egy boltba, akkor tudjam, hogy az valóságos olasz alapanyag?
Jó kérdés, és megmondom őszintén, hogy pont ezért, mivel én ugye ingázom sokat, egy évben 12 hetet, amit említettem, kint vagyok, ezért soha nem jövök haza üres kézzel, és mindig hozok olasz alapanyagokat, tehát tulajdonképpen nálam minden főzés ebben készül, mert én is arra esküszöm, hogy akkor tudunk hitelesek lenni, hogyha tényleg olasz minőségi ételekből főzünk, és abból dolgozunk. Itthon is már egyébként sok áruházban látok igazi olasz termékeket. Kell rajta nézni az olasz címkét, azt tudom mondani. Milyen az árérték arány mostanság? Hiszen tudjuk, ebben a felgyorsult gazdasági válsággal terhelt inflálódó világban azért korán sem mindegy, hogy ki mire költ. Luxus-e még mindig adott esetben olasz ételeket enni? Hát én összetudom hasonlítani az árakat, és azt kell, hogy mondjam, hogy kint egyáltalán nem drágább az élet. Tehát még most is, hogy ugye az euró romlott, akkor is, hogyha átszámolom, akkor sokkal minőségibb ételeket tudunk fogyasztani ugyanannyi pénzért. No, akkor menjünk egy kicsit ki Toszkánába, és nézzük meg, hogy reggeltől estig mivel tudod rábírni az egyébként furcsa viszonyrendszerben élő turista magyarokat arra, hogy reggeltől estig azzal foglalkozzanak, ami igazán fontos. Hát úgy szokott lenni nálam, hogy általában 10-12 fő érkezik. Opcionális, hogy repülővel jönnek-e, vagy autóval. Kint Toszkána szívében, Lejátikó mellett bérelek egy nagyon szép kis agriturizmot. Ugye ez az agriturizmus az azt jelenti, hogy ez egy kőház, amihez van medence, általában egy dimbes, dombos részen áll, ciprusokkal, cédrusokkal körbevéve, és nagyon sok szőlőtőke van mellettünk, olivafa, mert a gazdaságnak, ennek az agriturizmónak mindene van tényleg, tehát bort készítenek, olívolajat, és tulajdonképpen sokáig kerestem ezt a helyet, de úgy gondolom, hogy megtaláltam, és hát elmondhatom, hogy egy évben 12-14 hétre birtoklom, és akkor ez abból áll, hogy megérkeznek a vendégek, és minden nap van egy kulturális program, tehát akár egy Firenze városnézés idegenvezetővel, tehát mindig arra törekszem és arra figyelek, hogy többet adjak, mint hogyha ők egyedül mennének és indulnának neki egy útikönyvvel. És ilyenkor együtt megnézzük az Uffizit, vagy akár a Ferragamo múzeumot, ez mindig ugye a csoport kohéziójától függ, hogy mit csinálunk. És minden esetben van gasztronómiai program. Egyértelmű, hogy tavasszal például sajtot készítünk, de amikor ősszel a szarvasgombának van az ideje, akkor szarvasgombát keresünk a volterai dombokon, az is egy nagyon érdekes program, hát erről is tényleg órákat lehetne mesélni, vagy akár lemegyünk a tengerre, és halászhajóra szállunk, és rákokat fogunk ki, vagy akár átlépünk Liguriába, ahonnan jön a pesto, és pestót készítünk az ott tenger mellett növő bazsalikomokból, hiszen az a legfinomabb és a legfrissebb. Úgyhogy így próbálom összerakni, hogy mindig legyen egy kulináris élvezet, mindig legyen egy kulturális, és természetesen azért legyen az embereknek egy pici én ideje is. Az én ideje az abból áll, hogy kiülünk tényleg erre a háznak a dimbes, dombos oldalán lévő székekre, és ott beszélgetünk, eszmét cserélünk, és tényleg nagyon jó kis barátságok szoktak itt kialakulni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy aki ide eljön, ez az 5 nap, ez nagyon-nagyon intenzív. Tehát mondhatnám azt is, hogy amit itt Toszkánában történik, az ott is marad, de ez sem igaz feltétlenül, mert nagyon erős barátságok szoktak kialakulni. Tehát és visszatérő vendégek, igen, vannak. Visszatérő, és a legnagyobb dicséret számomra az, hogy például tavaly volt egy 12 fős csoportom, és most idén, akik ott ismerkedtek meg, mert ugye általában ez 6 pár, és ők most ugyanúgy most idén szeptemberben visszatérnek hozzám. Úgyhogy jó érzés. Bizonyos vagyok benne. Beszéljünk a korosztályról. Ki az, akit vonz? Én azt gondolom, hogy elvileg mindenkit. De mi a te személyes tapasztalatod? Általában 40-től
75 éves korig. És azt kell, hogy mondjam, hogy sokan tudnak hozzám például egyedül is jönni, és azt vettem észre, hogy a nők egy picit bevállalósabbak, tehát több a női egyedül utazó, mint a férfi. De most már azt gondolom, hogy ez a 55 és 65 körüli réteg, aki már megteheti, hogy utazzon, akinek már nagyobbak a gyerekei, ők nagyon-nagyon szívesen jönnek hozzám. Tehát ők már rabjai, gondolom, ahogy Somjó fogalmazott, hogy nem az arany, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát, ez a titka. Igen. És mi a te titkod? Milyen jövőképed van ennek kapcsán? Hiszen ez nyilván folyamatosan, az emberfia oltatlan is azt gondolja, hogy elérte a csúcsot. De soha nincsen csúcs, mert én azt gondolom, hogy a folyamatos fejlődés záloga a mindennapi foglalatosságban az, hogy valaki mer és akar újat és előre gondolkodni. Mindenféleképpen szeretném még ezt sokáig csinálni. Azt gondolom, hogy ez csak az egészségem határa, mert ez tényleg úgy érzem, hogy ez nem munka, ez egy hivatás. És lehet fejlődni, de ez a fejlődés, ez ugye másfajta fejlődés, inkább változatosságot értek ez alatt. Tehát tudok váltani, hogy nem ebbe a borászatba megyek mondjuk, hanem egy másikba, vagy mondjuk nem itt készítünk sajtot, hanem 30 kilométerrel arrébb. Mert azt gondolom, hogy Toszkána azért megadja azt, amit meg kell tapasztalnunk, és azt viszont meg kell, mindenféleképpen meg kell néznünk. Tehát itt nem lehet fejlődni ilyen szempontból, de talán abban lehet fejlődni, hogy más tematikus kurzusokat létrehozni. Most például tavaly kezdtem ezt a borkurzust Bálint László kollégámmal, akivel ugye az Aranyeső Alapítványnál is együtt csináltuk ezt a Prosecco és Champagne estünket. Ezt úgy képzeld, hogy ez egy tematikus 5 napos kurzus, amikor reggel felkelünk, egy 2 órás boros oktatás van Laci részéről, utána bepattanunk a kis buszainkba, elmegyünk, megnézzünk egy nagyon szép toszkán városkát, aztán utána ott ebédelünk, majd hazafelé megnézünk egy borászatot. És amit megtanultak tulajdonképpen a délelőtt folyamán, azt ott a borászatoknál, ugye... Átültetjük a gyakorlatba. Pontosan, igen. Nagyon helyes. No, mit kívánjunk? Hát egészséget, az a legfontosabb, és hát azt gondolom, hogy kívánjuk azt, hogy sokan szeressenek utazni, hogy sokan akarják megismerni ezt a régiót, és hogy sokan jöjjenek Toszkánába. Hát akkor egészséget, de azért tegyük hozzá boldogságot, mosolygós arcot kívánunk. Köszönöm mindannyiunk szépen. Nevében, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Toszkánáról és sok minden másról, az olasz ízvilágról, gasztronómiai kultúráról beszélgettünk. Vendégem Bence Viktória volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.